Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió délutáni híradója, Mess Attila vagyok. Ma május 20-a van, a Bernátok és a Felíciák ünneplik nevük napját. 523 éve ezen a napon Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. 222 évvel ezelőtt született Honoré de Balzac francia író. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Online tréning sorozatot indított a Prosperitáti Alapítvány vajdasági vállalkozók számára. Továbbra is javuló tendenciát mutat a szerbiai járványhelyzet alakulása. Felújítási munkálatok folynak a Tornyosi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomon. Megjelent az új krumpli a piacokon, igencsak drága még a közkedvelt zöldség. Ma este még esős, hideg időjárás várható, holnaptól már érkezik a felmelegedés. Ünnepélyes keretek között kezdődött meg Zentán az Előttem az utódom elnevezésű online tréning program, amely a Prosperitáti Alapítvány szervezésében valósul meg a magyar kormány támogatásával. A megnyitó mások mellett beszédet mondott Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikai államtitkára is. Romandics Gorán és fia Ádám festéküzletet vezetnek. Elmesélték, hogy mit várnak az online tréning sorozattól. Probléma megoldást és támogatást, és egy célokat, amit közösen fogunk a Prosperitárival tudni, valósítani, továbbvinni, és hogy minél jobban tudjunk dolgozni, és minél könnyebben ebbe a szituációba. Ugye ennek a képzésnek az elnevezés, hogy Előttem az utódom, ha pedig ön az előd, akkor itt az utód. Mikor döntötted el, hogy te is ezzel szeretnél foglalkozni, illetve milyen elképzeléseid vannak? Mostanában kezdtem el ezen gondolkozni, hogy jó lenne a családi cégnek a részesévé válni, és édesapám nyomdokaiba lépni, és tőle nagyobb és szebb dolgokat összehozni. Mindenki egyéni képzési csomagban részesül, legyen szó kis, közepes vagy nagy vállalatról. Online formában szemináriumokat és műhelymunkákat szerveznek, melyek segítségével a korábbi generációtól sikeresen vehetik át a vállalkozás irányítását a fiatalabb nemzedék tagjai. A képzés kidolgozásában a Prosciencia Naturae Alapítvány is részt vett. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a generációváltás sikeres legyen, hiszen azon túl, hogy itt a gazdaságfejlesztési programon részt vesznek, fejlesztenek, fejlődnek, alkalmaznak embereket, és zömében vajdasági magyar embereket, nem mellékes, hogy 5 év múlva, 10 év vagy 15 év múlva ugyanezek a vállalkozások még itt lesznek-e, piaci szereplők lesznek-e, fejlődnek-e, vagy megtorpannak. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy itt legyenek és fejlődjenek. Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, a gazdaságfejlesztési program, a több mint 14 ezer sikeres pályázat, az eszközbeszerzés, a fejlesztések és a különféle online, valamint mentorprogramok is a szülőföldön maradást szorgalmazták, és ez a képzés is a vállalkozások megerősítését szolgálja. A gyerekek mindig azt akarják bebizonyítani, hogy jobb képességeik vannak, mint a szüleiknek. Ezért igyekeznek távol tartani magukat a szüleiktől, és valami másik területen, másik ambientumban megmutatni a képességeiket. Ez valahol természetes is, és valahol természettelen is, és különösen akkor, hogyha vállalkozásokról van szó, azt gondolom, hogy ezt a fajta folyamatosságot kell nekünk itt erősítenünk, szorgalmaznunk, jó példával szolgálni, alányulni ezeknek a kísérleteknek, és sikerre vinni őket. Vajdaság az a régió, amely az elmúlt 30 évben a legmélyebbről indult, és már a leglátványosabb fejlődést tudta megvalósítani. Ezt mondta a Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikai államtitkára a rendezvény megnyitóján. Egy újabb lehetőség ahhoz, hogy a kapcsolati hálót, tőkét, rendszert tovább lehessen erősíteni, és bármilyen nehézség jöjjön még a következő években, akkor is ez meg tudjon maradni. Ilyenekről beszéltünk 19-20-ban, aztán néhány hét múlva
a világjárvány elérte ezt a térséget is, soha nem látott nehézséget okozva. Mégis azt mondhatjuk most már, hogy a nagyján túl vagyunk, és mégis itt vagyunk, erősek vagyunk, és hál' Istennek a gazdasági cégeink pedig jól prosperálnak. A legfeljebb 15 vállalkozásra szabott program iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy végül mintegy 45 vállalkozás jelentkezését fogadták el. A képzés június 28-áig tart, a részvételt pedig ingyen tették lehetővé a vállalkozóknak. A teljes sajtótájékoztatót késő esti híradónk után, valamint holnap délelőtt 10:30-kor is műsorra tűzzük. Éjszakai bárokat és klubokat támogat a szerb kormány, erről döntöttek a mai kormányülésen. Ezzel enyhíteni szeretnék az említett szféra veszteségeit, amiket a járvány miatt szenvedtek el. Arról is döntött a szerb kormány, hogy 100 000 Pfizer vakcinát ajándékoznak Csehországnak a cseh néppel való szolidaritás jegyében. Részletezik, azokat a klubokat támogatják, amelyek legalább 70%-os visszaesést könyveltek el a járványhelyzet alatt. A támogatás mérték később döntenek. A felhívás a támogatásra a Kereskedelmi Minisztérium honlapján a www.mtt.gov.rs-en lesz elérhető. Célzott ifjúsági oltási kampányt jelentett be Anna Brnabic szerb kormányfő. A holnap induló kampány elsősorban a 16-tól 25 évesek körében szeretné növelni az oltakozási kedvet. Mint mondta, egyébként Szerbia nem áll rosszul a védettség tekintetében. A 64 év felettiek szinte mindannyian felvették a védőoltást, és összességében az ország lakosságának körülbelül 44%-a élt ezzel a lehetőséggel. A fiatalabbak esetében viszont problematikus a helyzet, ezért mielőbb meg kell őket és győzni a védőoltás fontosságáról, hangsúlyozta a kormányfő. Lekári, sa kojima pričamo o kriznom štabu, govore da u bolnicama završavaju sve mlađi ljudi. To je nažalost zbog toga što tu nemamo tako dobar procenat vakcinacije. Sutra pokrećemo kampanju, a ja ću nastaviti da obilazim Srbiju i da molim i da apelujem ljude da se vakcinišu, jer opet kažem, to je zaista jedini način da pobedimo koronavirus i da nastavimo sa našim normalnim životima i da se bavimo mnogim drugim prioritetima kojima nismo uspeli to u tolikoj meri da se bavimo tokom koronavirusa. Zomborban is zavartalanul zajlik a koronavírus elleni védőoltások felvétele. A Városi Oltópont hivatalos oltási adatai szerint eddig több mint 46 000 vakcinát osztottak ki, ebből már 20 000 fölött van az újraoltottak száma. A zombori Mostonga oltóközponton a Pfizer, a Sputnik V és a Sinopharm oltások közül lehet választani, ugyanakkor a környékbeli falvakban is várják a lakosokat. A zombori oltópont előcsarnokában már a reggeli órákban tömegesen várták az emberek, hogy felvegyék a védőoltást. Márko Bjelosic Kerényből érkezett. Pa vrlo je bitno da se primi vakcina, da se stvori imunitet u društvu i da napredak ima društvo. Radni napredak u tom smislu. Zombor mellett Doroszlón is zajlott az oltókampány délelőtt. A szakadó eső ellenére zsúfolásig megtelt a helyi egészségház váróterme. Azért tettem fel, hogyha véletlenül megbetegszik, másokat ne fertőzzek. És be kellett jelentkeznie? Hogy? Be kellett jelentkeznie? Be kellett jelentkeznem. Föl is vettem, majd 3 hét múlva a másikat is fölveszem. Igyekeztem főenni, gondolom, hogy mégiscsak koros vagyok, hát valami baj ér. A város környékén található falvakban a védőoltások beadását másfél hónappal ezelőtt kezdték meg. Ez 15 falut jelent, mondta Zdravko Hlodik, oltási koordinátor. Dosad je vakcinisano na selima oko 2100 ljudi, 2100 ljudi. Prvom dozom, dok je revakcinisano 1200 ljudi. Znači, u Somboru, u hali Mostonga, koji je vakcinalni punkt, trenutno su u opticaju kineska, ruska i Pfizer vakcina, dok se AstraZeneca radi samo revakcina. A zombori egészséghez adatai alapján az elmúlt egy hétben összesen 304 vizsgálatot végeztek el. 45 személy esetében bebizonyosodott a koronavírus fertőzés, közülük pedig 31 embert kellett kórházba utalni, ahol további kezelésben részesülnek.
A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! euprava.gov.rs Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az Eupraván. De megteheti a 0800-222-334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. Kevesebb új fertőzöttet regisztráltak Szerbiában tegnaphoz képest, valamint csökkent azok száma is, akik lélegeztetőgépre szorulnak. Ez derül ki a délutáni adatokból, 10.062 teszteltből 550 volt pozitív, és elhunyt további 14 személy, így a vírus szövődményeiben hivatalosan 6.739-en vesztették életüket. Kórházban országszerte 2008-an vannak, közülük 70 páciens szorul mesterséges lélegeztetésre. Meghalt 51, többségében idős krónikus beteg és újabb 780 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, közölte a koronavírus.gov.hu. Kórházban 1836 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 212-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig több mint 4.829.000 embert oltottak be Magyarországon. Közülük 2.814.805-en már a második adag vakcinát is megkapták. Hétfőtől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat Magyarországon, jelentette be a magyarországos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, koronavírus fertőzéssel kezelt beteget továbbra sem lehet látogatni a más osztályokon fekvő betegekhez. Egy nap csak egy ember mehet be egy órára, és a látogatónak védettségigazolvánnyal kell rendelkeznie. Úgy fogalmazott, az oltásoknak köszönhetően sikerült úrrá lenni a járvány harmadik hullámán. Az oltási időpontok nyitva vannak, aki regisztrált, rögtön tud magának időpontot foglalni, emelte ki. Müller Cecília elmondta azt is, hogy folyamatosan vizsgálják a vírus genetikai állományát, és továbbra sem fedezték fel a mintákban a vírus indiai variánsát. A Rábi kübekháza határátkelő megépült, de az odavezető utakat is fel kellene újítani. Erre a problémára hívta fel Tomislav Momirovics infrastruktúra fejlesztési miniszter figyelmét képviselő kérdésében Pék Zoltán. A VMS parlamenti képviselő hangsúlyozta, a Rábi kübekháza határátkelő lehetőséget adott az embereknek arra, hogy 30 kilométerrel kevesebb utazással jussanak el Magyarországra, viszont ehhez nincsenek meg a megfelelő feltételek. Megkérdezte, hogy a minisztérium tervei között szerepel-e az Oroszlámos és Fekete-tó közötti útszakasz megépítése. Jedini problém je momentálno, da u ovom trenutku neadekvatno stanje jedne putne infrastrukture, što je između naselja Crna Bara i Banacko-Aranđelovo. Ovo neadekvatno stanje je to blago rečeno, jer ovaj put izgleda kao poljski put. To je put dužine od 17 km koji direktno povezuje Kikindu preko naselja, kao što sam rekao, Crna Bara Aranđelovo, Banatsko Aranđelovo sa Rabeom. Felújítási munkálatok folynak a tornyosi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomon. 2019-ben a római katolikus templom belső terében végeztek restaurálási munkálatokat, ami idén a templom külső részének korszerűsítésével folytatódik. A több mint 1500 lelket számláló tornyos település központjában elhelyezkedő Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom felújításának első fázisában 2019-ben a vitrázsokat restaurálták. A korszerűsítés jelenleg a templom külső részén zajló munkálatokkal folytatódik. A teljes befejezés ez még rejtély, mert mi szeretnénk az egész templomot felújítatni, ugye különösen is a szecessziós festésre tekintettel. A most folyó projektek, az a torony sisak cseréje, és majd a templom tetőzetének a cseréje, az várhatóan jövő év májusáig fog megvalósulni. A 120 éves templomon még nem történt nagyobb mértékű felújítási munkálat, így eredeti állapotába való visszaállítása időszerű már. A templomot jelenleg díszítő orgona egyébként a leégett zentai Szent István templomból lett kimenekítve,
Hosszú távú terveik között szerepel viszont az időközben kapott új orgonát is felújítani. Menet közben Csantavéren volt egy Wegenstein orgon, amit Szerb Miletićről tudtak szintén kimenekíteni 77-ben, és miután az ottani hívek, illetve a plébános úgy döntött, hogy abban már nem akarnak és nem tudnak több pénzt befektetni, vagy beleölni, úgymond az orgonába, akkor mi azt az orgonát egy jelképes összegé kivásároltuk a csantavéri egyházközösségtől, elkerült ide Tornyosra. A felújítási munkálatok, amelyeket egyébként helyi vállalkozók végeznek, a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően valósulnak meg. Sokan szeretik, azonban amikor megjelenik a piacokon, még igencsak drága. Az idő múlásával azonban folyamatosan csökken az ára, vagy amiről van szó. Az új komplóról a szabadkai piacokon megjelent már a finomság, de igazán zsebbe kell nyúlni kilójáért. A hűvös április időjárás miatt egyébként a termés egy része elfagyott, ezért nőtt meg az ára. A szabadkai piacokon egyelőre még csak a fólia sátorban termelt új krumpli vásárolható meg. Horváth Matild, horgosi termelő kilóját 150 dinárért árulja, egy láda krumpliért pedig 120 dinárt kér kilónként. Ez a korai krumpli, ezek nem igazán jók lettek, mert nagyon sokáig hideg volt, és megfagytak a fóliába is, mert még mindig csak a fóliából lehet szedni. Eléggé megfagytak, úgyhogy nagyon kevés, pár darab van csak alatta, és ezen a héten ki is fog fogyni a fóliások. A szabadkai piacokon átlagosan 150-180 dinár között mozog az új krumpli kilónkénti ára, de 130-140 dinárért is lehet találni. A kilója 150-180-ig van most. Múlt héten akkor volt 120-150, a fóliákban most lefogyott, elfogyott, nincs. A kintiek meg még nem gyűjtek be, én csak kint termelek. Azt én is a fóliásoktól veszem. A magas árat a hűvös áprilisi idő is indokolja. Fagykárt is szenvedtek a növények, de az új krumpli általában minden évben drága a szezon elején. Emiatt sokan elállnak attól, hogy új krumplit tegyenek az asztalra. Novi krumpir, još nigdega ne kupujem. Još nigde, apsolutno nigde. Staroga imam i apsolutno ne kupujem. Remam 20.000 penziju. Tako da 160 dinara je prevelika cena. A szabadföldi burgonyára hűvös idő miatt még legalább két hetet várni kell, ezért lesz majd egy időszak, amikor hiány lesz belőle, mondják a termelők. Rekordon az olajos magvak és gabonafélék ára, a szója ára történelmi maximumon van, 94 dinár adóval együtt. Az illetékesek szerint ez az árnövekedés a 2022-es év közepéig tartani fog, és emiatt a hús, a kenyér, az olaj és más alapvető élelmiszerek is drágulnak majd. Szakértők szerint ennek fő oka a jelenlegi járványhelyzet. Az illetékesek kiemelték, Szerbiában van elegendő kukorica, búza, napraforgó és szója exportra és itteni felhasználásra egyaránt. A topolyai községi képviselőtestület 35. ülésén született döntésekről is beszámolunk a folytatásban egyéb témák mellett. Fokozottan ellenőrzik az illetékesek a nem megfelelő módon történő halászatot a halhívás ideje alatt. Tovább jutott Győre László az ATP 250-es genfi salakpályás tenisztornán. Mindjárt jönnek a részletek, előbb azonban lássuk, milyen témák lesznek a közügyekben. Lobod Árpád, te jössz. Köszönöm, Attila, köszöntöm a nézőket. Mai műsorunkban azzal a témával kezdünk, hogy fokozottabb veszélyt jelent-e a koronavírus a cukorbetegek számára. Ezután a Magyar Nemzeti Tanács egyetemi felvételi felkészítőjéről lesz szó. Majd beszámolunk arról, hogy kezdetét vette a Prosperitáti Alapítvány előttem az utódom elnevezésű a generációváltást segítő képzése. A közügyekben bemutatjuk az egyik legnemesebb sport, amelyben ember és ló együtt mozdul. Műsorunk végén pedig Oromra látogatunk, megnézzük a nevezetességeket. A híradó után várom önöket, tartsanak velünk. Témák maradjanak, ha tehetik a híradó után. Meghalt Puhl Sándor, a világhírű magyar játékvezető, a kiemelkedő tehetségű bíró már fiatalon 1984-től dolgozott a labdarúgó NB1-ben.
Világhíre a 90-es években tett szert nemzetközi sportpályafutásának elismeréseként a Nemzetközi Labdarúgás Történeti és Statisztikai Szövetség 4-szer választotta a világ legjobb játékvezetőinek. Ő vezette az emlékezetes brazil-olasz világbajnoki döntőt Los Angelesben 1994-ben és 3 évvel később Münchenben a Dortmund-Juventus bajnokok ligája döntőt is. Eger és Emőd város díszpolgára, 2010 óta az MLS játékvezető bizottságának alelnöke, a magyarországi és nemzetközi labdarúgás megbecsülését élvezte, a Magyar Labdarúgó Szövetség Puhl Sándort saját halottjának tekinti. Kettős figyelmeztetést adott ki a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet, amely szerint esőre és havazásra kell számítani a következő órákban. A térséget elérő ciklon csapadékot hoz magával, így ma négyzetméterenként 30 mm eső is eshet. A figyelmeztetés szerint Vajdaságban és Nyugat-Szerbiában esőre, az 1800 méternél magasabb hegyeken havazásra is kell számítani. A Köztársasági Hidrometeorológia Intézet áradásokra is figyelmeztet, Módosnál a nagy mennyiségű csapadék következtében a vízállás a nap folyamán átlépheti a rendes árvízvédelmi szintet. Módosan utoljára 2005-ben volt nagyobb áradás, amikor a Temes kilépett a medréből, áttörte a gátot és 150 házat döntött le. A több napig tartó csapadékos időjárás után azonban holnaptól átmeneti felmelegedés várható térségünkben, akár 6-7 fokkal is megemelkedhet a hőmérőhiganyszála. Szerbia nagyobb részén túlnyomó rész napos és melegebb idő lesz, csak a reggeli órákban várható az ország déli és délkeleti részén mérsékelten borús, de száraz idő. Az előttünk álló hétvégén felhős és napos időszakok váltják, majd egymás komolyabb csapadékra azonban nem kell számítanunk, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Kovács Géza klímakutató. A jövő hét elején melegebb légtömegek érkeznek vidékünkre, kedden akár 27-28 fokot is mérhetünk. Azonban a májusi változékony időjárás továbbra is jelen lesz, tette hozzá szakember. Éjszakára már felszakadjuk a felhőzet. Holnap friss reggel után napközben azért jóval barátságosabb időre van kilátásunk, meglehetősen sok napsütéssel. Délután akár egy kicsit meg is növekedhet a felhőzet, de azt lehet mondani, hogy sok napsütés lesz, és a szél is mérsékelt marad, a hőmérséklet természetesen emelkedik, és eléri a 20-21 fokot is. Szombaton tovább emelkedik egy kicsit a hőmérséklet, akár 23-24 fok is lehet, és változó felhőzet mellett nem várható csapadék. 35 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők a Topjai Községi Képviselőtestület 8. ülésén. Letette az esküt Kollár Szabina, aki az elhunyt Kovács László helyett lépett be a testületbe, mint a VMS listáján szereplő következő jelölt. Az ülésen egyebek között napirenden szerepelt még a Vöröskeresztnek, a Községi Ombudsmannak, a Szociális Központnak, a Községi Közigazgatásnak és a Szabadkai Történelmi Levéltárnak és Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának a 2020-as évről szóló munkajelentése, illetve a 2021-es évi működési terveik. Az ülés követően Szatmári Adrián polgármester elmondta, döntés született népszavazás kiírásáról a Pannónia és Krivaja helyi közösségek területén helyi hozzájárulás bevezetéséről. A testület döntést hozott ez alkalommal arról, hogy azok a jogi személyek, azok a kis és mikrojogi személyek, akik idegenforgalommal, valamint vendéglátóiparral és kereskedelemmel foglalkoznak, ők a 2021-es évben a terület, a közterületeknek a bérleti díjának az 50%-át kell, hogy fizessék, a cégtáblákra kivetett illetéknek ugyancsak az 50%-át kell, hogy fizessék. Ezáltal az önkormányzat próbál segíteni és támogatni azoknak a gazdasági szereplőknek, akik talán a legjobban megérezték a járványügyi helyzetnek a negatív hatásait. Április és május folyamán a halívás ideje alatt tiltott bizonyos halászati eszközök, mint például az állóhálók használata. Tájékoztatnak az illetékesek. Ebben az időszakban a Vajdaság Erdői Közvállalat halőrszolgálata rendkívüli ellenőrzéseket végez a hatásköre alá tartozó vizeken. Egy ilyen éjjeli akció folyamán a Felső Duna mellék természetvédelmi rezervátumban a Gombostól Magyarország határáig terjedő 67 kilométeres szakaszon 54 darab, összesen 1800 méter hosszúságú hálót koboztak el. Ez mellett ellenőrizték még a
a Duna környezetében található tavakat, mocsarakat, kanálisokat, ott, ahol a halívás intenzív. Ezt az akciót 21 halőr hajtotta végre, 9 csónakot használtunk, és egy siklós csónakot, valamint használtunk éjjellátó eszközöket, hőkamerákat is. Elsősorban a gazdasági horgászokat ellenőriztük, hogy használnak-e állóhálókat és egyéb tiltott álló horgászati eszközöket, valamint a sporthorgászokat is ellenőriztük. Szabó Varró tanfolyam indul az Adai Műszaki Iskola szervezésében a településen nagy múltra visszatekintő kötőiparnak. A közelben nyíló cégeknek és a megnövekedett munkaerőkeresletnek köszönhetően indítják el a képzést. A szabás és varrás elmélet és gyakorlati részét egy 300 órás tanfolyamon lehet majd elsajátítani, amely szerbis-magyar nyelven 10 fővel indul. A képzés befejeztével államilag elismert tanúsítványt kapnak a résztvevők. Tanfolyamára 65 ezer dinár hallgatóként. Jelentkezni a 024-85-3034-es telefonszámon lehet. 240 órán sajátítják el a tanulók a gyakorlati alapokat és a hallgatók, illetve 60 óra keretén belül az elméleti tudást, illetve 10 óra ilyen vizsgaóra is lesz majd. És ez a képzés itt realizálódik az iskolánkban, mivel az iskolánkban van megfelelő tanterem, megfelelő géppark, és természetesen megfelelő végzettséggel és felkészültséggel rendelkező szakemberek. A 300 óra keretén belül a hallgatók megtanulják a szabás varrásnak az alapjait, tehát megtanulnak például Burdából szabás mint alapján, így mondom, készíteni ruhadarabokat, szoknyát, nadrágot és így tovább. Délután mutatták be az Óbecsei Városi Színházban a 63. májusi játékok egyetlen magyar nyelvű előadását. A Szabadkai Népkör keretében működő Fabula Rasa, színjátszó grund homokozó című színdarabját. A hétfőn kezdődött rendezvényen összesen 10 gyermek és ifjúsági színjátszó csoport mutatkozik be a közönségnek és a zsűrinek. A legjobbaknak kijáró díjakat holnap délután adják át a nyerteseknek. A KSFV mellett már több éve járunk erre a fesztiválra is, a májusi játékokra, és ez azért nagyon szuper, mert itt ugye ez egy nemzetközi fesztivál, a régi ex-jugoszláv területekről jönnek a diákszínjátszók, és nagyon jó velük találkozni, megismerkedni, és ez mellett a szakmai zsűri pedig mindig segít minket is, akik rendezik, vagy csoportokkal foglalkozunk, hogy milyen irányba tudnánk jobbak lenni. Este 21 órától lesz a 2021-es Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntője Rotterdamban, ahol 9.-ként a Szerbiát képviselő Hurricane együttes is a színpadra áll. A fellépők közül az izlandi csapat egyik tagjának pozitív lett a koronavírus tesztje, így az egész delegáció szálláshelyén karanténba került. A műsort a szerbiai RTV 1-es csatornáján lehet élőben nyomon követni az este folyamán, ahol a dalok elhangzását követően körülbelül 10-12 perc áll rendelkezésre a nézői szavazatok leadására. Saját országra, itt Szerbiából a Hurricane együttesre nem lehet szavazni. Tovább jutott Györe László az ATP 250-es genfi salakpályás tenisztornán. Az entai teniszező 6-3, 6-7, 6-1 arányban legyőzte az olasz Fabio Fognini-t. Györe és Fognini két napon át játszott, ugyanis tegnap esőszünet miatt félbeszakadt a mérkőzés. Györe László kiválóan teniszezett mindkét játéknapon, ma pedig a mindent eldöntő harmadik szedben remek játékkal ejtette ki a világranglista 29. helyezettjét. Az entai sportoló a következő körben a Kecsinátó Shapovalov összecsapás nyertesével játszik. Híradónkat látták, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt témái címszavakban. Online tréning sorozatot indított a Prosperitáti Alapítvány vajdasági vállalkozók számára. Továbbra is javuló tendenciát mutat a szerbiai járványhelyzet alakulása. Felújítási munkálatok folynak a Tornyosi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomon. Megjelent az új krumpli a piacokon, igencsak drága még a közkedvelt zöldség. Ma este még esős, hideg időjárás várható, holnaptól már érkezik a felmelegedés.
Figyelmüket megköszönöm, nézzenek azért körül a pannoneltv.com oldalon, és a továbbiakban is tartsanak velünk, mindjárt jön a közügyek, és Loboda Árpád kollégám. Viszontlátásra!